ez a mostani helyzet nagyon sok közösséget, nagyon sok programot különleges kihívás elé állított. Ez az oka annak is, hogy online formában kellett megrendezni a megyei önkormányzat újabb eseményét, az Itthon Együtt Közösen Szabolcs-Szatmár-Berekben című projekt keretében. Utóbbi célja az itt élők helyi kötődésének, identitás tudatának erősítése, közösségi és egyéni szinten egyaránt. A szerdai online konferencián azt mutatták be az érdeklődőknek, hogyan tudnak ehhez a vállalkozások hozzájárulni. Hogyha olyan fajta identitással megkel bővítjük az ő létüket, a multikulturális hatások közepette, amelyek azt jelentik számukra, hogy milyen múltja van az adott településnek, milyen szokásrendszere van, milyen közösségi programok vannak, akkor ezzel a jövőt is tudjuk szolgálni, és helyi vállalkozásokat is tudjuk erősíteni. A helyi vállalkozások pedig a munkahelyek révén, a gazdasági lehetőségek révén tudják szolgálni a helyi identitást, az, hogy minél több fiatal maradjon az adott településen vagy a megyében, és itt találja meg a boldogulását. Megyénkben is a Kereskedelmi és Iparkamara fogja össze és menedzseli az itt működő vállalkozásokat. Lassan egy éve, hogy online módon találkozunk a vállalkozásokkal, és próbáljuk segíteni a munkájukat. Fontosnak tartják, hogy a megyét és az itt készült termékeket minél több fórumon és a távolról ide érkező partnereiknek is bemutassák. Mint a szervezet főtitkára fogalmazott, lehet, hogy néhány gazdasági mutatóban nem vagyunk a legjobbak között, de fontos, hogy mások lássák, itt is komoly munka folyik és értékes szakemberek vannak. Nagyon fontos az, hogy a megyéről olyan képet alakítsunk ki, ami bemutatja azt, hogy igen, ide érdemes jönni, itt a szabolcsiakkal érdemes üzletet kötni, hiszen nagyon jó üzleti partnerek, megbízható üzleti partnerek, és nagyon igényes termékeket gyártanak, és nagyon sok mindenben élen járnak. Hiszen tudjuk azt, hogy vannak olyan technikák, technológiák, amelyek itt a megyében kerültek kidolgozásra. A megyében működő vállalkozások közül több is szerepet kapott az online rendezvényen. Az egyik Máté Szalkai családi vállalkozás a 90-es évek eleje óta foglalkozik szárított alma és megy előállításával, és termékeivel viszi a város és a megye hírét szerte a világon. Nálunk, ha kinéz az ember az ablakon, akkor almafát lát, vagy szilvafát, vagy éppen megyfát, vagy milotai diót, és mi arra vállalkoztunk, hogy ezzel a kistermelői körrel, akikkel együtt éljük a mindennapjainkat, Máté Szalkán vagy a közel környezetben, azzal csináljunk valami olyan dolgot, ami a világ legigényesebb piacain is örömet okoz a vásárlóknak. Az Európai Uniós projekt keretében a folytatásban is a hagyományokhoz kapcsolódó és azokat erősítő témákat igyekeznek feldolgozni. Az elszármazottak találkozója révén pedig visszacsábítani a megyéből elszármazott előadókat, művészeket és közönséget.